Egyre több a magánvásárló az autópiacon, a 2018-as év pedig akár rekordot is dönthet a belföldi használt autó átírások tekintetében. Egyes becslések szerint a szám 750 ezerig emelkedhet. Tavaly ez a szám a 688 ezeret ért el, ami egy 11 os emelkedést jelentett a korábbi évhez képest. Így a 3,4 milliós hazai gépjármű állománynak több mint 20 a megfordult a piacon 2017-ig. Ezzel párhuzamosan a vásárlással kapcsolatos vitásügyek száma is nőtt a békeltető testületnél. A tavalyi összügy számnak 5%-át tette ki a használt autóval kapcsolatos panaszoknak a száma, de sokan csak tanácsadásra jelentkeztek. Erről a megyei békeltető testület elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. Én azt tudnám vása, a vásárlóknak, fogyasztóknak ajánlani, hogy ne ötletszerűen ugorjanak bele egy használt autóvásárlásba. Mindenképpen sokkal egy nagyobb, hosszadalmasabb, előkészítő munka szükséges ahhoz, hogy egy használt autót megvegyenek, mint hogyha egy szalomban új autót vásárolnának. Egyrészt azért, mert nagyon sok buktatója van, Érdemes megfontolni azt, hogy hol vásároljuk az autót, magánszemélytől, vagy pedig vállalkozástól. A békeltető testületnek csak abban az esetben van szerepe, hogyha vállalkozástól vásárolja a fogyasztó a használt autót, vagy bármilyen, mert motorkerékpárról is szó lehet. Ilyen esetben jön létre fogyasztói szerződés, a testület pedig csak akkor tud segíteni, ha van ilyen dokumentum a vásárlónak. Legjellemzőbben a szavatosságból eredő problémákkal keresik fel a békeltető testületet. A szavatosság szó egy autó esetében azt jelenti, hogy a PTK a használt autókra is egy év időt előír, mint bármelyik más új termékre. Ebben az esetben szavatosságról van szó. A kellékszavatosság az azt jelenti fogyasztói szerződés esetén, hogy a fogyasztónak, ha hibás terméket kap, akkor joga van ahhoz, hogy négyféle fogyasztói jogot érvényesíthet. Egyrészt kérheti a kiavítását, másodszorban kérheti a kicserélését, harmadsorban az árleszállítást, és negyedsorban pedig a szerződéstől elállhat, tehát a vételárnak a visszafizetése. Itt legtöbbször az a probléma, hogy eleve a kereskedők nem minden esetben ismerik azt el, hogy fennáll maga a kellékszabatossági igény. Márpedig azért, mert Olyanokra hivatkoznak legtöbbször, hogy kopó forgó alkatrészek meghibásodásából ered a e, probléma. Vagy eleve e, kisebb kereskedők, akik nem kellően jártasak a jogvilágában, azt mondják, hogy nem is vonatkozik a használt autóra a garancia, illetve sokan összekeverik a két szót. Most én direkt így mondtam, tehát itt elsősorban nem jótárásról, garanciáról beszélünk, hanem csak kimondottan kellékszabatosságról. Fogyasztói szerződés esetén, ha az első hat hónapban találnak hibát az autón, arra úgy kell tekinteni, mintha már a vásárlás időpontjában is olyan állapotban lett volna a jármű. Ezt a hibát közölni kell a kereskedővel, neki kell bizonyítania, hogy az a probléma már az új tulajdonos hibája, különben az eladónak kell fizetni a javítást. Ezért az állapotfelmérés az egyik legfontosabb dolog használt autóvásárlás esetén, ezt akkor sem ajánlott kihagyni, ha az eladó árkedvez, mint kínál cserébe.